Ebben a videóban 7 olyan ételről lesz szó, amelyek mindent figyelembe véve szerintem a legjobbak és a legtáplálóbbak az ember számára. Szeretettel köszöntök mindenkit! Amikor ezt a listát összeállítottam, olyan ételeket kerestem, amelyek vagy nagy mennyiségben képesek biztosítani mikro- és makrotápanyagokat, tehát vitaminokat, ásványokat, zsírsavakat, aminosavakat, vagy valamilyen más módon mozdítják elő a szervezetben azt, hogy a testünk hatékonyabb, egészségesebb legyen, és több tápanyaghoz jusson hozzá. Ezek azok az ételek, amelyekről a médián keresztül a gyógyszeripar és más élősködő gangster csoportok az elmúlt 40-50 évben a legnagyobb mértékben próbálták az embereket lebeszélni, leszoktatni. Mert ezek a legjobb ételek az ember számára, és ha mindenki nagyrészt ezeket fogyasztaná, negyed annyi gyógyszert sem tudnának eladni. Ezek az ételek a legkevesebb embernél okoznak allergiát vagy intoleranciát, tehát nagyon kevés ember allergiás ezekre az ételekre, elsősorban azért, mert ezek azok az ételek, amelyeket a legrégebb óta eszi az ember, több tízezer éve, így a genetikánk szinte teljesen hozzájuk szokott. Egyébként az én táplálkozásom 90%-át is ezek az ételek teszik ki. Sokan kérdeztétek korábban, hogy én miket eszek, hát ezeket eszem főként. Az első és egyben legtáplálóbb étel a Földön szerintem a vörös hús, például a marhahús, vagy a bárányhús, vagy más füvet legelő állatnak a húsa. A marhahús még akkor is messze ver mindenben szinte bármilyen más ételt, hogyha tömegtermelésből származik, és vannak benne esetleg növekedési hormonok, vagy vegyszermaradványok. Természetesen törekedjünk arra, hogy minél tisztább legyen a hús, amit fogyasztunk, de ha más ételekkel viszonyítjuk, ugye a marhahús esetleges szennyezettsége egy sokat rangú probléma vagy kérdés, mert az, hogy milyen sok tápanyaghoz és milyen könnyen jutunk hozzá belőle, sokkal, de sokkal fontosabb. A marhahúst sokféleképpen lehet ugye fogyasztani, például steak formában, tehát sütve, darált hús formában, valamilyen raguként, például hamburgerhúsként, vagy mondjuk marhapörköltként, bográcsosként. A marhahúsnál azok a részek a jobbak, amelyeknek magas a zsír tartalma, ugyanis az állat zsír rétegeiben koncentrálódnak a mikrotápanyagok, például a zsírban oldódó vitaminok. Ugye itt az agymosás fő csapásvonala az elmúlt 40-50 évben a vegán mozgalom elterjesztése. Én is voltam vegán régebben 4 évig. Tehát ráveszik az embereket arra, hogy lemondjanak arról az ételről, amit elődeink több százezer éven át fogyasztottak, és ami a legtöbbet tudja tenni azért, hogy ne legyünk betegek. Aztán, hogy még jobban rávegyék az embereket arra, hogy ugye ne egyenek vörös húsokat, telenyomták a médiát azzal is, hogy a húsok tele vannak ugye vegyszerekkel, ami természetesen így van, a tömegtermelésből jövő húsokban lehetnek esetleg hormonok és egyéb vegyi anyagok, de ez egy tizedrangú probléma ahhoz képest, amit egészség szempontból a marhahús képes nyújtani az embernek. A következő csúcsétel, amit én is napi szinten fogyasztok, az a tojás, azon belül elsősorban a tyúktojás. Itt talán picit fontosabb, hogy a tojás tényleg olyan tyúktól származzon, amelyet szabadon tartottak. Én például mindig háztáji vagy biotojást veszek. A kereskedelmi láncokban lehetnek olyan tojások, amelyeknek a sárgáját például színezik, hogy ugye jobban nézzen ki, mert ha ezt nem tennék, nem színeznék, látható lenne a fakó színéből, hogy hát tápanyagszegény. Minél többet van a szabadban a tyúk, minél többet kapirgál, minél több gilisztát és bogarat eszik, a tojásának a tápanyag tartalma annál nagyobb lesz. A tojás fehérje az egyik legjobban hasznosuló fehérje a szervezetünkben, más szóval a tojás fehérje tud a legkönnyebben átalakulni saját testfehérjénké. A sárgája pedig tele van olyan mikrotápanyagokkal, amelyeket más ételekből nem igazán tudunk nagyobb mennyiségben rendszeresen bevinni. Ilyen például az A-vitamin, a K2 vitamin, a D-vitamin vagy a kolin. Ugye a tojás esetén a manipuláció arról szólt az elmúlt 40-50 évben, hogy
koleszterin tartalmat, és a koleszterin káros, a koleszterintől szív- és érproblémáik lesznek. Ezt a hazugságot a cukoripar terjesztette el, hogy minél több cukrot tegyünk, és az orvosok korábbi generációjának egy nagy részét is teljesen agymosta ezzel a hazugsággal. Sokan, hál' Istennek, ezen már túl vannak, de sokaknak még mindig ott él az agyában az a beültetett program, hogy ne egyenek túl sok tojást, mert esetleg attól valami bajuk lesz. A testünkben lévő koleszterin 75-80%-át maga a májunk állítja elő, tehát amit tojással vagy zsíros húsokkal viszünk be, fogyasztunk, az csak a töredék. Én nagyon sok tojást eszem, van, amikor több hónapon át minden nap megszakítás nélkül napi 4 tojást, és csodálatosan érzem tőle magamat. A harmadik csúcsétel a savanyú káposzta és más erjesztett zöldségek. Ha a zöldségeket megerjesztjük, amit ugye baktériumok végeznek, a bennük lévő vitaminokat, ásványokat és nyomelemeket sokkal könnyebben nyeri ki az emésztőrendszerünk, tehát sokkal jobban hasznosulnak, sokkal több hasznosul belőlük. Az erjesztett ételek azért is csúcsételek, főként a savanyú káposzta, mert egyszerre pre- és probiotikumok, azaz egyrészt növelik a hasznos baktériumok számát a belegben, másrészt a meglévőket is etetik, táplálják. Ugye a beleinkben van az immunrendszerünk 80%-a, ezért nagyon fontos ez. Itt ami lényeges még, hogy a savanyú káposztában lévő probiotikumok szinte 100%-osan eljutnak a belegbe, míg mondjuk a kapszulából bevitt probiotikum az egyáltalán nem biztos. A savanyú káposzta egyébként a C-vitaminban legkoncentráltabb étel, 200 g-ban, ami kb. Egy csészényi savanyú káposzta, 700 mg élő C-vitamin található. A negyedik csúcsétel, amit én és szintén hetente többször fogyasztok, az a lazac. Én elsősorban vadon fogott füstölt lazacot eszek, de ugye lehet sütni is a sima lazacot, tehát például lazac sültet is lehet készíteni. A lazac az egyik legjobb omega-3 zsírsav forrás, 100 g lazacban kb. 2500 mg omega-3 zsírsav található. Az omega-3 zsírsavak kulcsfontosságúak a gyulladások megelőzéséhez, más szóval lényegében a betegségek megelőzéséhez, és az agyunk, a szívünk, az ízületeink, a szemeink és a bőrünk hosszú távú jó egészségi állapotának a megtartásával. Itt a hazugság mese, amivel le akarnak szoktatni a halakról, hogy higany van bennük. Például a lazacban lévő higany mennyisége a legtöbb halhoz képest sokkal, de sokkal alacsonyabb, és messze elmarad a kritikus értéktől, illetve nagyon sok szelén is van a lazacban, ami pedig a higanynak az ellennyomeleme. Azaz, amikor a szelén jelen van, a higany gyakorlatilag nem szívódik fel. A halakról is készítettem korábban videót, javaslom megtekinteni. Ha pedig nem tudunk elegedő halat enni rendszeresen, kiegészíthetjük a hal bevitelünket halolajjal vagy krillolajjal. Az ötödik csúcsétel a máj. A májból nem kell túlzottan gyakran fogyasztani, mert gondoljuk arra, hogy vajon az elődeink több tízezer évvel ezelőtt mennyit is ettek belőle. Hát nem sokat, mert amikor ugye levadázták mondjuk a mamutot, vagy a marhát, a máj, amit kiszedtek belőle, azt ugye elosztották mondjuk 10 ember között. Tehát egy-egy ember csak nagyon kevés májat fogyasztott, mondjuk az izomhúsokhoz képest, amiből sokkal több van az állaton. Tehát a táplálkozásukban a máj aránya lényegesen kisebb volt az izomhúsokhoz képest. A májjal kapcsolatban ugye az a félelem van sokakban, hogy a máj tele van mérgekkel, káros anyagokkal. Az egészséges állatnak a mája nem tartalmaz vegyszereket, mert a máj feladata, a miénk és az állatok májának is, a méreganyagok lebontása és nem a tárolása. A máj éppen ezért dúskál, tehát tele van antioxidánsokban, vitaminokban, mert ezekkel végzi a méregtelenítést. Tehát a máj ételek épp, hogy tele vannak olyan vegyületekkel, amelyek segítenek a mi májunknak is a méregtelenítésben. Én általában havonta kétszer eszek egy nagyobb adag májat, például tőkehalmájat, csirkemájat hagymával, vagy néha marhamájkrémet. A tőkehalmájnak a folyékony formája emelt omega-3 tartalommal a csukamájolaj, amit egyébként még az előző század közepén így nagy mennyiségben adtak a gyerekeknek Európa szerte, mert ugye rendkívül tápláló.
A hatodik csúcsételünk valójában egy ital, ez pedig a húsleveslé, vagy csontleves, vagy másik formája lehet még a kocsonya. A lassú lángon legalább 8-10 órán át főzött húsleves, sok csontos, inas, bőrös húsból, amit ha leszűrünk, vagy hűtőbe teszünk, kocsonyás állaggá válik, koncentráltan tartalmaz rengeteg jól hasznosuló aminosavat, sok zsírban oldódó vitamint, ásványokat és gyomelemeket. Tehát a húsleves vagy csontleves azért rendkívül hasznos a szervezetünk számára, és én ezért tartom egy csúcsételnek, mert a hosszú, lassú főzés következtében a csontokból és a bőrből rengeteg nagyon jól hasznosuló mikro- és makrotápanyag koncentrálódik bele a lébe, és ezeket a szervezetünk könnyen képes megemészteni, hasznosítani. Ez ugye azért lényeges és fontos, mert a modern táplálkozás legelőször a gyomrot és a beleket támadja meg, ahol így ezáltal romlik a felszívódás. Tehát egy olyan ételt fogyasztani, amelynek a hasznosításához, a gyomornak és a beleknek nem kell nagy erőfeszítéseket tennie, miközben ráadásul még nagyon tápláló is, az nagy segítség napjainkban. A húsleves egy nagyon fontos étel, ugye autoimmun betegek számára többek között. Ha nem tudunk rendszeresen húslevest főzni, fogyasztani, kiegészíthetjük a bevitelét kollagén porokkal, például ajánlom figyelmetbe a multikollagént. És végezetül, de nem utolsó sorban, a zöld színű leveles zöldségek, melyek közül kiemelnék kettőt, a rukkolát és a leveleskelt. Vagy másik néven ugye fodroskelt, vagy toszkánkel. A növények zöld színét a klorofil adja, ez a vegyület egy nagyon hatékony méregtelenítő, és a klorofil molekula közepében egy magnézium atom van. Tehát minél zöldebb egy növény, annál inkább tele van magnéziummal. A minket segítő bélbaktériumainknak, vagy baktériumok számára a zöldleveles zöldségekben lévő rostok a legjobbak, azaz a zöldségek rostjait fogyasztva tudnak a leghatékonyabban szaporodni és sokszínűvé válni. Minél keserűbb egy zöldség, annál inkább tele van polifenol vegyületekkel, mi annál inkább jó a májnak, a máj regenerálásához. A rukkolát és a leveleskelt kifejezetten a hatékony máj regeneráló hatások miatt emeltem ki. De rajtuk kívül ott van még a pákcsoly, a bokcsoly, a mángolt, a sóska, a római saláta, a mizuna, a mibuna, a madár saláta, vagy a zeller levél. A zöldségeket, főként a zöldleveles zöldségeket fontos, hogy minél frissebben fogyasszuk, mert igazából frissen finomak. Sokan azért nem esznek zöldségeket, mert soha nem ettek még friss zöldséget. A másik fontos szempont, hogy ugye tápanyaggazdag talajban, vagy ha vizen termesztik, vízben fejlődjön a növény, mert így lesz igazán finom és ízletes. Ha nem tudunk rendszeresen elegendő zöldet fogyasztani, zöldséget, kiegészíthetjük a táplálkozásunkat például mikroalgákkal, spirulinával, klorellával, kelpalgával. Itt ajánlom a figyelmetbe az Immunex alga komplexet, amely 5 alga erejét egyesíti egyben. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!